Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Miskolci Egyetem szenátusa, professzora és minden polgára nevében szeretettel köszöntöm Önöket a jármű mérnöki és járműipari konferencia alkalmából. Engedjék meg, hogy név szerint is köszöntsem Figler Péter urat, Miskolc városa a polgármesterét. Schwarz István urat, a Mávstad ZRT vezérigazgató helyettesét. Zsill Meyer urat, a Takata Kft. Igazgatóját. Kokas Tamás urat, a Magyar Befektetési Ügynökség főosztályvezetőjét. Németh István urat, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Egyesületének főtitkárát. És végül, de nem utolsó sorban Hanula Barna dékán urat a Széchenyi Egyetemről. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom ezt a konferenciát, és személyesen is üdvözölhetem Önöket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azok kedvéért, akik először járnak a Miskolc Egyetemen, engedjék meg, hogy röviden áttekintést adjak egyetemünk múltjáról. A Miskolc Egyetem 1735-ig vezeti vissza eredetét, amikor Semmecbányán megalakult a Bergschule, a világ első műszaki jellegű felsőoktatási intézménye. Nos, ez a Bergschule az első világháború következményeként kénytelen volt összepakolni és elköltözni Sopron városába, 1949-ben pedig pártunk és kormányunk óhajának engedve Miskolc városába. Miskolca tehát gyakorlatilag két kar érkezett, a bányászkar és a kohászkar, amelyik 1949-ben a gépészmérnöki karral egészült ki, és így kezdte meg, illetve folytatta Miskolcon az ipari, illetve mérnökképzést egészen 1981-ig. 1981-ben a akkori Nehézipari Műszaki Egyetem a megye és a város vezetőjével összefogva úgy döntött, hogy meg kell kezdeni a jogászképzést, 1987-ben a gazdaságtudományi képzést, 1990-ben pedig a bölcsészképzést. Ezt követően 1997-ben megalakult a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, és végül, de nem utolsó sorban 2001-ben az egészségügyi kar. Így módon tehát a Miskolci Egyetem, amely 1990-ben nyerte el a mai nevét, a Miskolci Egyetem nevét. Így módon tehát ma már több mint 10 000 hallgatója van az egyetemnek, és ez a 10 000 hallgató 7 karon és egy intézetben folytatja tanulmányait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai konferencia stratégiai jelentőségű a Miskolci Egyetem számára. Nem véletlen talán, hogy az egyetem 2020-ig terjedő intézményfejlesztési terve az egyetemi fejlesztések középpontjába a környezetbarát anyagféleségeket, az informatikát, a környezetvédelmet és a vízzel kapcsolatos kutatásokat, valamint a járműipart helyezi. Ez irányú törekvéseink szerencsésen találkoztak Miskolc városának és Magyarország kormányának a fejlesztési elképzeléseivel. A mai konferencia célja, úgy látom, az, hogy betekintést nyújtson a járműmérnök képzés és a járműipar hazai helyzetébe, továbbá kitekintsen e területeknek a jövőjére. A célunk tehát az, hogy a Miskolc Egyetem hozzájáruljon a térség további fejlődéséhez, elsősorban a járműipar területén. E cél elérését a mai konferencia, a mai kétnapos konferencián a ma elhangzó plenáris előadásokkal és mindösszesen 5 szekcióban folytatott ülésekkel fogjuk majd megkísérelni, elérni. Az 5 szekció a következő: tervezés, technológia, elektronika és informatika, valamint hegesztés. Nincs kétségem afelől, hogy a konferencia számos új szakma ismerettel fogja bővíteni a résztvevők tudását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, e gondolatok jegyében megnyitom a konferenciát. Bízom abban, hogy a rendezvény lehetőséget biztosít nem csupán a szakmai sikerek és eredmények bemutatására, hanem a személyes találkozásokra is kiváló lehetőséget biztosít. Ehhez a Miskolc Egyetem kampusza minden lehetőséget igyekszik rendelkezésre bocsátani. Kérem, érezzék jó magukat Miskolc városában és a Miskolc Egyetemen, gazdagodjanak lélekben és szellemben. Végezetül arra kérem Önöket, hogy vigyék szerte világgá a Miskolc Egyetem üdvözletét és jó hírnevét. Engedjék meg, hogy ősi köszöntésünkkel, jó szerencsével búcsúznak Önöktől. Tehát
tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó szerencsét!